A Jobbik elnöke szerint el kell venni a roma gyerekeket a családjuktól, és intézetbe kell őket hazafias eszmékre tanítani. Vona Gábor ezt a miskolci Avason mondta. Hozzátette, hogy csendőrök kellenek, akik 24 órában grasszálnak a településen. Mert a Jobbik például azt is javasolja, hogy a cigányság gyermekei számára, akik kezelhetetlenek, hozzunk létre bentlakásos iskolákat, emeljük ki őket a családból, és próbáljuk meg őket tisztességes emberré nevelni, akár hazafias nevelés által is. Vona Gábor tegnap. A Jobbik az avasi bűnözés ellen demonstrált. Csendőrséget, halálbüntetést és elszámoltatást ígért a cigányvezetőknek és azoknak, akik kapcsolatban állnak szerint a maffiával. Ha Jobbik fogja vezetni Miskolcot, és a Jobbik fogja vezetni ezt az országot, meg fogjuk tőlük kérdezni, hogy kisapám, honnan van a fuxod? És honnan van az luxus autód? És számolj el vele! És aki nem tud elszámolni vele, attól el fogjuk kobozni a vagyonát. Véget vetünk a cigánymerszik korszakának. Munkát, kenyeret! Ezt megelőzően a romák is végigvonultak a városon. Azt kiabálták Opre Roma, vagyis romák fel. Miskolcon tegnap három szervezet is demonstrált. Ezek a megmozdulások a jelentős biztosításnak köszönhetően békésen értek véget. A rendőrök négy ember ellen kezdeményeztek szabálysértési eljárást, felosztatott társadalmi egyesület tevékenységében való részvétel miatt. A témáról bővebben exkluzív felvételekkel a szombaton 18:20 kezdődő Tabu című műsorunkban láthatnak majd felvételeket.